Két gyermek anyukája vagyok, a legidősebb az 10 éves, ő egy fiú, a legkisebb pedig 6 éves, ő pedig egy lány. A fiút azt itt szültem a megyei kórházban, 10 évvel ezelőtt. Egyáltalán nem volt sem egy egyszerű terhesség, sem egy egyszerű szülés. Egyébként egy tök átlagos terhességnek indult, egészen a 24. hétig. Akkor belázasodtam, illetve begörcsöltem vesetájékon, akkor kerültem be az itteni kórház egyik tagintézményébe, ott töltöttem egy hetet. Hát nem volt egy egyszerű hét, sok információt nem tudtam meg sem az orvosoktól, sem a nővérektől. Majd miután kikerültem láz és panaszmentesen, elmentem a saját orvosomhoz, aki befektetett a terespatológiára, és onnantól kezdve végig, amíg meg nem szültem, én bent voltam a kórházban. 3,5 napot voltam kint, egy napot karácsonykor, egy napot szilveszterkor, és egy fél napra hazaengedtek, hogy összekészítsem a kis holmiait, hogy azért mégiscsak meglegyen ez a babázós időszak, ez a készülődés. Nem is nagyon értettem, hogy miért voltunk bent olyan sokat, mert a panaszaim azok egy-két-három héten belül elmúltak, de a fogorvosom bent tartott, nem tudom miért. Akkor sem kaptam túl sok információt, mert az orvosomat akkor műtötték vakbélre, úgyhogy ő ki is esett, egy másik orvosnak adott át, aki nem azt mondom, hogy felületes volt, de másképp kezelt, ugye, mint hogyha a saját orvosom lett volna, akit én felkértem a terhesség elején. Teljesen vakon voltam, nem tudtam, hogy mire számítsak, kitől kérdezzek, hiába voltam bent, ugye, kórházban azért nagyon sokáig lekezelőek is voltak, nem is nagyon érdekelték sem a panaszaim, sem a nővéreket, sem az orvosokat, mivel hát van foglalatorvosom, hívjam fel őt, de mert ő meg elérhetetlen volt. De azért egy idő után volt egy-két nővér, akivel így összebarátkoztunk, aztán így próbáltak segíteni, és ők javasolták akkor, hogy egy pszichológus is látogasson meg néha bent a kórházon belül. Hát már ilyen pszichés tüneteim is voltak, ez a kiütéses, viszketés, nagyon durván hullott a hajam, depresszív gondolataim voltak, ugye beszélgetések során, benne is van egyébként a zárójelentésben, hogy depresszióra hajlamos lettem bent. Nem, tehát nem voltak ezek, hogy mondjam, bántó gondolatok, tehát nem akartam én sem a terhességet megszakítani, sem magamnak ártani, csak egyszerűen ki akartam onnan jutni, és nagyon sokszor volt, hogy kiszöktem. Látogatási időben inkább kijöttem a kórházból, és bebuszoztam a központba, mert egyszerűen olyan volt, mint egy börtön, és nem az volt a legrosszabb, hogy ott kellett lennem, hanem nem tudtam, hogy miért, és meddig. Aztán egyik este beindult a szülés, na akkor tényleg madarat el lehetett volna velem fogadni, azt se bántam, hogy fáj. És minden egyes fájás egyszerűen még rendesen jól esett. És már nagyon sokadik gázpalackot szívtam le. 2,5 palackot szivattak le velem, mert hogy már ugye nehezen viseltem a fájásokat, 12 órát vajuttam, ugye. És éreztem, hogy ez valami nem oké, valami nem jó, valami akárhogy próbálkoztam, egyszerűen nem volt jó. Azért az ember olyankor érzi, legalábbis én úgy gondolom, hogy benne van a nőkben ilyenkor egy ösztön, hogy érzi, hogyha valami nem úgy alakul, vagy nem úgy megy, hogy ahogy annak mennie kellene. És ez az érzés nagyon erősen bennem volt. Még a tolófájások előtt már anyukám volt bent velem a szülőszobán, és már akkor mondtam neki, hogy nem sokat tudtam megszólalni egyébként, mert annyira befelé koncentráltam, hogy nem is nagyon beszéltünk. Mondták, hogy arra figyeljek, hogyha rám jön ez az érzés, hogy vécére kell ugye menni, akkor azok már a tolófájások is. Amikor megéreztem ezt, anyukámnak szóltam, hogy ez már az lesz.
40-45 percet küszködtem így végig a tolófájásokkal, és emlékszem rá, hogy velem szembe volt a fogadott orvosom, anyukám ugye a jobb oldalamon is, volt egy szülésznő, nővér, nem is tudom pontosan, hogy kicsoda, aki állt ugye a monitornál, és láttam, hogy olyan kétségbe esetten nézett az orvosra, mert akkor már a fiamnak a szívhangja az már nagyon-nagyon leesett. Akkor szólt oda az orvos a nővérnek, hogy felülről is borotváljanak le, mert ez császár lesz, és ennyit mondott nekem, hogy fent találkozunk a műtőben. Az, hogy miért, azt szintén nem közölte akkor velem, én csak arra próbáltam koncentrálni, mert azt mondták, hogy ne nyomjak, amikor jön a fájás. Ami mondjuk egy tólófájásnak, akinek már volt, az tudja, hogy elég nehéz. És maga a műtő, az ugye fent volt a másodikon, a szülőszoba a földszinten. És ahhoz, hogy fel tudjunk menni a másodikra, ahhoz lifttel kell fölmenni, aminek a bejárata az aulából nyílt. Tehát kitoltak a szülőszobáról az aulába, reggel 7 óra körül volt, 7 óra, akkor már ugye zajlottak a rendelések ott a folyosón, tehát kitoltak premier plánba, annyira le voltam takarva, és folyamatosan csak annyit mondtak, hogy ne nyomjak, ne nyomjak. Én meg arra tudtam csak koncentrálni, hogy mindenki engem néz, amíg betolnak a liftbe és felvisznek ugye a műtőbe. Onnan meg már tulajdonképpen sok minden szintén nincs meg, csak annyi, hogy felültetnek, akkor megint azt súlykolták, hogy ne nyomjál, ne nyomjál. Ugye megkaptam az epidurát, akkor elmúlt a fájdalom, fú, akkor megkönnyebbültem. És ahogy lefektettek, oldalra néztem, már akkor ott volt anyukám. Már csak azt éreztem, hogy ez rángatnak. És anyukámra ránéztem, aki ilyen kikerekedett szemmel ült a maszk mögött, és nézte, hogy szedik ki belőlem a fiamat, ugyanis ahogy elakadt a szülőcsatornába, beragadt a feje. És a lábánál fogva rángatta ki belőlem az orvos. De szó szerint, tehát ezt anyukám mondta, én ugye nem láttam. De ahogy megmutatták a fiamat, rendesen meg volt szegénynek így nyúlva a feje, és rendesen, mint egy palizsán olyan lila volt szegény. Úgyhogy az első találkozásunk az ilyen volt a fiammal. Igen. Úgyhogy azt hittem, hogy ha már ennyit küszködtem a kórházba a bentléttel, akkor legalább a szülésem egyszerűbb lesz, de ez sem jött össze. Hát ez a gyerekágyas időszaka szintén a kórházban nem volt épp a legrózsásabb, így visszagondolva. Mondjuk én nagyon örültem neki, hogy egyáltalán kikerültem a terhes patológiáról, és már most egy másik osztályon lehetek, én mert tudtam, hogy egy pár nap és akkor hazamegyünk, de sem engem, sem a szobatársaimat nem sem az én, sem a szobatársaim panaszait nem igazán vették, sem komolyan, ha szólt is valami, bármelyikünk is mert szólni, azt ugye nem túl kedvesen reagálták le. Azért egy első babás kismama, aki életében először fog talán újszülöttet és próbál szoptatni, nem hiszem, hogy egy olyannal lehet rendezni, hogy otthon se fog magának segíteni senki, holott tudják, hogy otthon fognak nekik segíteni, és azért egy ilyen időszak után, még amikor így beletipolnak az ember lelkébe egy ilyennel, nehéz vele úgy megbirkózni, hogy ne hagyjon nyomot, még így ennyi idő után is. Valahol szerintem az élet kárpótolt, mert nekem rengeteg tejem volt mindezek ellenére is, és tudtam segíteni a szobatársaimnak, mert ők ők küszködtek folyamatosan, hogy nem indult be a tejük. Ezért is kaptunk ugye fejmosást, hogy hát ezt nem lenne szabad. Ennek ellenére, mikor a kis pohárba gyűjtöttem ott az asztalon mellett a tejet, azt azért úgy elviszegették, mikor bealudtam. Amivel egyébként nincsen problémám, mert nagyon szívesen adtam, csak ha meg én adtam, akkor meg ugye azért voltunk letolva. Ez a sok éves monoton, nem is tudom, hogy fogalmazza, kijöli az emberekből az együttérzést, vagy egy picike megértést. Nem azt mondom, nem kell babusgatni, pátyolgatni senkit, mert vannak ennél tragikusabb dolgok is.
csak egy kis emberség, ami úgy hiányzik nagyon sokszor, úgy az egész rendszerből, hogy én is 23-24 éves voltam, első babámat vártam. Egy olyan szituációba kerültem bele, amit meg se, nem is hallottam még, hogy ilyen van, hogy valakit hónapokra fektetnek be ok nélkül, mert végül is teljesen ok nélkül voltunk olyan sokáig bent. És kérdezni se nagyon tudtam senkitől. Hát a lányom meg egy másik szitu, mert ő Hollandiában született kint, ott meg teljesen más a hozzáállás egy terhességhez. Ott sokkal lazábban is veszik. Kevesebb is a vizsgálat, felületesebb is, én úgy gondolom. Viszont ott a kórháznak a felszereltsége, hozzáállása, a nővérek bánásmódja teljesen más, teljesen emberközelibbek, megértőbbek, sőt, ott már aznap haza is, egy másnap már haza is mehettünk a császár után, mert ugye programozott császár volt így az első után. Onnantól kezdve 10 napig járt hozzánk egy, hát védőnőnek mondanám, és ő a napi 6-8 órában ott volt velünk. Figyelt a babát, figyelt engem, segített a fiammal, elvitte a iskolába, mert ő már akkor iskolába járt kint. Így a ház körüli dolgokban is segített, mert ugye a volt férjem akkor már dolgozott, visszament dolgozni, így ő nem volt ott velünk. Mivel így hosszában lettem vágva, így nem merték bevállalni azt, mert ott simán választhattam volna azt is, hogy simán szülök, tehát ott náluk ez egy ilyen bevett szokás, hogy császár után hüvei szülés. Ott nem merték bevállalni, mert nem tudták, hogy a belső varratok hosszában vannak, vagy keresztben. Felvettem az itthoni orvosommal a kapcsolatot, hát nem sok információt kaptam arról, hogy a belső varrataim azok hogy állnak. Néztek ultrahangot is, de azon meg ugye sok mindent nem láttak, már ugye a terhesség miatt sem. Úgyhogy ők azt javasolták, hogy legyen programcsászár. De egyébként, hogyha nagyon akartam volna, akkor akár otthon is szülhetek, mert ők ezt nagyon preferálják, az otthon szülést. Tehát Hollandiában ott kiküldenek egy csomagot az otthon szülés. Tehát, hogyha nem, problémamentes a terhesség, akkor nem is azt javasolják, hogy a kórházban, mert az plusz pénz. Azért fizetni kell, hogy a kórházban akar szülni, ők az otthon szülés preferálják. És ott kint a midwife, az kijön, és ő levezeti otthon a szülést, hogyha minden problémamentes. Az a lényeg, hogy ahol laksz, az egy 5-10 perces távolság legyen a legközelebbi kórháztól, ha bármi gond van, akkor a mentő be tudjon vinni. És ott ki is küldenek egy csomagot, ingyenesen, benne van mindenféle eszköz, ami az otthonszüléshez kell, illetve hogyha pluszban, vízben, vagy nem is tudom, milyen lehetőségek vannak, szeretné szülni, azt a midwife az kihozza azt a felfújhatós medencét, és akkor ott ők nagyon ezt a vonalat preferálják, és egyébként én is ezt szerettem volna, ha nem lett volna az első császáros, és mivel elég komplikációk is léptek fel ugye az elsőnek a születésén, így nem mertem bevállalni azt, hogy simán, tehát hüvelyi úton szüljek, pedig nagyon szerettem volna egyébként, de ott is a programcsászárnál megmondták, hogy melyik nap legyen, folyamatosan monitorozták a picinek a súlyát, hogy hogyan fejlődik, ugye oda ment, és akkor úgy nagyjából belőtték, hogy mégse legyen túl nagy, meg hogy még ne legyen túl korán. Megmondták, hogy melyik nap lesz, előző nap be kellett mennem, megmutatták a szobát, hogy hol leszek elszállásolva, azért mondom így, mert olyan volt, mint egy hotel. Egyedül voltam bent a kórteremben, a volt férjem egy kanapin lehetett ott velünk végig. A ruhán kívül mindent adtak bent Hollandiába, a pelenkát, krémet, nekem a betétet, a hálóinget, az eldobhatós bugyitól kezdve mindent, tehát egy szekrény full tele volt. És érdekes, nem hordta ki senkit, tehát nem vitte haza, senki nem gondolta, hogy ezt neki haza kell onnan vinni, hanem az ott volt, és ott is maradt. Amennyit elhasználtál, annyit használtál el. Tehát ott az nem az volt, hogy na, hozd a táskát, és akkor gyorsan
vigyük haza. Már csak azért sem, mert a midwife az mindig hozta magával. Tehát valahányszor jött hozzánk, ő hozta magával, mindig kérdezte, hogy kell-e, de mondtam, hogy nem. Én is megvettem magamnak, mert ugye az itthoni körülményekhez készültem, tehát hogy itthon azért az utolsó WC-papírig mindent be kell vinni a kórházba, hát ott nem. Ott a nővér jött, segített kivitt WC-re, megmosdatott, lezuhanyoztatott, hogy ne álljak ott egyedül. Nem úgy, mint ugye itt, hogy konkrétan kihúztak az ágyból, és akkor úgy oda vetettek egy párna húzatot, hogy ezzel törölközzek meg, ha megmosakodtam a csapnál. Igen, igen, ez úgy egyre kemény volt. Az éjszakás nővér volt nagyon aranyos Hollandiában, látta rajtam, hogy küszködök, szenvedek, és akkor kérdezte, hogy kérek a morfiumot, mondom, morfiumot, hát mondom, szoptatom a kicsit, azt mondja, és akkor így mondta, hogy hát, de ha ártana neki, nem ajánlanám, mondom, akkor dupla adagot kérek. És akkor tudtam aludni, óránként, nem óránként, de azért elég sűrűn jártak be, hogy kérek-e teát, valami rákcsálnivalót, a menüből lehetett választani, hogy mit szeretnék ebédre, és külön kérhettem, hogy fürdessék meg a kicsit, a lányomat, és akkor behozták a fürdő, ilyen merülő kádba merítették bele, ott előttem így átlátszott, hogy lássam én is, hogy fürdették el, mert ugye felkelni nem tudtam, és akkor a férjem, a volt férjem segített tartani, úgyhogy ez egy eléggé meghitt pillanat volt, úgy mindenki számára. Teljesen más, tehát tényleg, pedig annyira nincs is messze Hollandia mondjuk Magyarországtól, de a felfogás is teljesen más. Nem csak a körülmények, nem csak az, hogy milyen a szülőszoba, milyen a kórterem, hogy milyen a felszereltsége, hanem a nővéreknek a hozzáállása is, hogy látszik rajtuk, hogy ezt ők szeretik csinálni. Hogy ők szeretnek a kicsikkel foglalkozni, hogy nem úgy hozza vissza fürdetésből, hogy barack illatút büfög a gyerek, meg gondolom megteáztatták, és akkor persze, hogy alszik, mikor visszahozzák fürdetésből. Ez most a fiam volt, ugye? Hanem az utolsó mozdanatig mindent előttem csináltak. A gyerekorvos is ugye jött megvizsgálni a lányomat, hogy minden rendben van vele, és én az ágyból figyeltem, hogy leméri, megnézi, megvizsgálja a reflexeit, stb., hogy lássam, hogy valóban azokat a vizsgálatokat ő elvégezte, és hogy minden rendben van vele, de egy pillanatra nem szakították el tőlem, egy percre sem. Úgyhogy igen, eléggé különböző a két élmény. Mindegyiknek meg volt a maga jó része és a maga rossz része, mert azért a lányomnál sem volt minden tökéletes, mikor ő született, mert programcsászár volt, ahogy mondtam. Mikor ugye betoltak a műtőbe, epidurál, és tudtam, hogy mi az, amire figyelnem kell, illetve, hogy milyen érzés fog majd elönteni. Hát nem, ez így totál kimaradt, és ugye meg is ijedtem, mert egyből ugye fektettek le, kötöztek le, és ugye szóltam, hogy de én még érzem, hogy tudom mozgatni a lábam. És akkor mondták, hogy ez egy ilyen, tehát hogy ezt csak én beképzelem. De nem, mert végigéreztem azt is, hogy vágnak, ugye a hasamat is, és hiába kiabáltam, hiába szóltam, egyszerűen azt mondta az altatóorvos, hogy ez azért van, mert arra koncentrálok. Lehúzták azt a ponyvát, ami ugye előttem volt, hogy lássam, hogy emelik ki a kicsit, és ott elvesztettek szerintem, mert ott azért ez egy elég kemény élmény, amikor úgy érzi az ember, hogy vágják, matatnak benne, szedik ki, és akkor egyszer csak látom, hogy szedik ki a gyereket. Ami egyébként valószínűleg a fájdalom nélkül egy megható pillanat lett volna, hát az akkor nem volt az. Utána bejött ugyan az orvos is, megkérdezte, hogy hogy vagyok, mondtam neki, hogy hát ugye ez történt, és sűrűn bocsánatot kért, de mondta, hogy miért nem szóltam, mert akkor bealtattak volna. És akkor így végig gondoltam, hogy abban az állapotban, hogyha engem elaltatnak, valószínűleg azt hiszem, hogy meghaltam, úgyhogy jobb is, hogy nem. Ebből kifolyólag egyébként valószínűleg ez így hatványozódott, így a sok év alatt alakult ki szülés utáni depresszió, pánikbetegség, úgyhogy elég nehéz szintén erről olyan
kellemesen beszélni. De már ezen is túl vagyok. Már most így 10 és 6 év távlatából már tudok róla úgy beszélni, hogy ne tépjen föl mélysebbeket.